Hosszú idő után újra hagyományos tanórákon vehetnek részt a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Bezerédi István technikum diákjai és tanárai. Mindannyian várták már, hogy ismét találkozhassanak, hiszen az idei tanév különleges. A nagymúltú intézmény ugyanis ebben az évben és jövőre több fontos évfordulót is ünnepel. Iskolánk 100 éves lett, fennállásának 100. évfordulóját, újraindításának 75. évfordulóját, és a névadónknak, Bezerédi István születésének 225. évfordulóját is ebben az évben ünnepeljük. Ezért elindult egy Bezerédi 100 emlékév a március hónapban, amikor a halálára emlékeztünk névadónknak, és a következő tanév teljes egészében át fogja szülni majd programokkal az emlékévet, emlékezve ezekre a neves évfordulókra. Az iskolának jelenleg több mint 400 diákja van. Az, hogy ilyen sokan választják ezt a képzőintézményt, főként annak köszönhető, hogy az itt dolgozók a legkorszerűbb szakmai ismereteket tanítják a hozzájuk érkezőknek. Két technikumi osztályt és egy szakképzőiskolai osztályt fogunk tudni indítani a végzős 8. osztályosok jelentkezése alapján. A technikum, ahogy tudjuk, a minőségi szakmai oktatás szintere, 5 éves képzésről beszélünk, 3 ágazatban kínálunk képzési lehetőségeket az érdeklődő tanulóknak, a gazdálkodás menedzsment, a kereskedelem, valamint a közlekedés szállítmányozás ágazatban. A technikumi képzések a megújult rendszer szerint 5 évig tartanak, az így végzett diákok érettségi és szakmunkás bizonyítványt is kapnak, ami így akár a továbbtanulásukat is megkönnyítheti. Szeretném, ha felírnátok, hogy Pitagorasz Pétert használunk. Nagyon fontos megemlíteni, hogy néhány napra újra megnyílt a lehetőség az iskolába bekerülni szándékozók előtt. Elkezdődött ugyanis a rendkívüli felvételi eljárás időszaka. Várjuk továbbra is azoknak a tanulóknak a jelentkezését, különösen a közlekedés, szállítmányozás és a kereskedelem ágazatban, akik esetlegesen még gondolkodnak, vagy nem nyertek felvételt, vagy nem oda nyertek felvételt, ahova szeretek volna, vagy módosítani szeretnék a jelentkezésüket. Ebben az intézményben az érettségivel már rendelkezők is bőséges továbbtanulási paletta közül válogathatnak. Itt már szakmákat, szakmai irányokat kínálunk az ágazaton belül. Népszerű a logisztikai technikus, a közlekedés üzemvitel ellátó technikus, a kereskedő és webáruházi technikus, az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus képzésünk, és nagyon örvendetes, hogy a pénzügyi számviteli ügyintéző képzés ismételten megjelenik a képzési kínálatunkban, és nagy az érdeklődés rá, és hát ezt követi a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzése, ahol szintén minden évben sokan megkeresnek bennünket, és választják ezt a képzési irányt. Az iskolában elérhető technikusi képzések közül kiemelkedik a logisztikai technikus szakirány. Az ilyen ismeretekkel rendelkező szakemberekre ugyanis egyre nagyobb szüksége van az iparnak. A logisztikai technikus szakma megszerzésével a végzett tanulók a teljes ellátási lánc valamennyi területén el tudnak helyezkedni, a beszerzéstől kezdve a raktározáson át egészen a közlekedésig, szállítmányozásig. A logisztikai technikus képzés komplex, széleskörű ismereteket nyújtó tananyag tartalmának köszönhetően ma már nem csak a klasszikus raktározási, szállítmányozási ismereteket nyújtja, hanem ennél jóval szélesebb körben átfogó ismereteket nyújt közlekedési, termelési, készletezési, elosztási, sőt, külkereskedelmi és vámismeretek tekintetében is. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Bezerédi István technikumban igazán nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok valós munkakörnyezetben sajátíthassák el az ismereteiket. Ma már a logisztikai technikus képzésen résztvevő hallgatók heti több napot is kint töltenek a gyakorlati munkahelyen, jövedelemszerzésre is jogosító szakképzési munkaszerződés keretében. Belátható, hogy minden termelő, illetve kereskedelmi vállalkozásnak szüksége van logisztikai technikus végzettségű szakemberre. Talán ennek is köszönhető, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek ezekre a képzésekre iskolánkban. A szakképző iskolai képzés során a piaci igényeknek leginkább megfelelő szakembereket képeznek itt. Jelen esetben a mi iskolánkban a kereskedelem ágazatban történik ez a fajta 3 éves képzés. Az iskola rendszeren kívüli képzések terén is kínál lehetőségeket az intézmény azoknak, akik munka mellett akarják magukat továbbfejleszteni. 2 hónaptól egészen a 12 hónapig terjedhetnek a tanulási időszakok.
távoktatás, online oktatás, online konzultáció és természetesen személyes jelenléttel egybekötött képzésekről beszélünk, és ennek is óriási előnye, hogy teljesen ingyenes a vizsgadíj és a tanfolyami költség is nem a hallgatót terheli, ez a képzés része. Ebben az iskolában a gyerekeknek komoly versenyeken is van lehetőségük részt venni. A csapatverseny volt, Hiperion országos történelem versenyen indultunk idén, és sikerült megszerezni az első helyet, ennek nagyon örültünk, illetve még korábban, 9-ben elkezdtünk egy másik történelem csapatversenyt, azt a Szépművészeti Múzeum rendezte, annak az utolsó fordulója átcsúszott idénre, és ott is sikerült elhoznunk az első helyet, szóval így igazából két történelem versenyt sikerült megnyernünk idén, és mind a kettőnek nagyon örültünk. A tanároknak a hozzáállása, hogy nagyon pozitívan és segítőkészen állnak hozzánk, illetve lehetőséget adnak arra, mint például a versenyek, hogy bebizonyítsuk a tudásunkat, és tényleg úgy készítenek fel minket, hogy azt a későbbiekben is tudjuk majd használni, azt a tudást.